A jégesőt is kibírja? Az autón páncélzata? 9 tonnás rakétaszállító, 100 literes fogyasztással. Jöhet? Akkor majd a bácsinak szépen diktáld be a nevedet, jó? Jól van, apu. A KPST Park retro járművei. Éjfélkor, a sötét erdőben. Jöhet? Ez egy életérzés, gyerekek. Ugye, hogy az? Kérnék nem szóltam semmit. A 3 éve álló Warburg elindítása. Tudomásomra jutott, hogy önnél van egy autó. El se fogod hinni, hogy ki az a híres magyar művész, akivel a nap végén élőben tudtam beszélgetni. Lehet mondani, azt, hogy késős volnék, azt nem. Május 18-a szombatra van meghirdetve a KPST Parkban tartandó tárlatvezetés. Ma május 17 péntek, 5 óra van, és én már itt vagyok. Tök egyedül amúgy. Peti is még úton van. A kaput kinyitotta, hogy be tudjak jönni. Hallod? Csak a bogarak. Persze, kit? Van egy hangulata annak, hogy... Senki nincs itt. Ez a videó nem a parkban lévő járművekről fog most szólni, ezt bemutattam már többször. Inkább a hangulatot szeretném visszaadni, ami ebben a másfél napban volt velünk, amikor az egyik nap 5-en vagyunk itt a csendben, majd az esőben, aztán másnap jön a napsütés, és életre kel a hely. Veletek, az itteni csodavilágra rácsodálkozó, kedves, lelkes és mosolygós emberekkel. Akik közül páran talán nézitek az én marhaságaimat is. Ennek a busznak, amit itt látsz mögötte, lesz még szerepe. Szeretnénk vele csinálni egy videót, az, hogy miért azt nem mondom el, ugyanis ebben a buszban nem az a különleges, hogy nagyon öreg és rozsdás, egyébként majdnem mozgásképes. Nem a külső számít, hanem a belső. Nem a külseje a különleges, hanem ami belül van, de ezt majd később nem lövöm el most a poént. A mai péntek délutáni péntek esti buli koncepciója csupán annyi, hogy összejön 4-5 ember, aki szereti a parkot, kedveli ezt a helyet, a régi autókat, a retro cuccokat, retro feelinget, és jól érezzük magunkat. Eszünk, iszunk, dumálunk, jó nagyokat, röhögünk, jön Amigo, az Amigo retro garástól. Kóstol meg ezt is. Kaprosat? Na, ő hozza a kaját. Itt lesz Dávid Tomi, aki a parknak a IT, web oldal, és minden olyan dolgáért felelős, amihez én nem értek. Gyerünk, padlogász, padlogász, Tomi, gyerünk. Természetesen Péter, aki a parknak a kitalálója és tulajdonosa, és jön még Ádám, a teherautó guru. Jó napot kívánok! Ha már teherautó, itt a profi. Szia! És valószínű, hogy ő süti a szalonnát. Na, eddig voltam egyedül. Végre befutott a gazda is. Ha ideje volt, hogy valaki azért jöjjön. Hát tök egyedül éreztem magamat, nincs itt senki. Szerelvény érkezik? Ural! A régi sofőrök szerint mindenhol el tudott menni, egyszerűen lehetetlen volt felborítani. A súlya majdnem 9 tonna, 6 kerékhajtású. Számos felépítménnyel készült, köztük rakétaszállítóként is. Itt az orosz hiper-szuper csúcstechnika. Egyébként nem, mert pont Ádámmal beszélgettük, hogy gyűlöli őket. A diesel V8, ami azt mondja, hogy egyetlen jó motor ezekben. Ez benzines? Na ez nem. 7000 köbcentiből kibírtak hozni 180 lóerőt és 75 km/h végsebességet. Figyelj! Az anyja! Micsoda műszerecse! Egy picike váltógomb hiány van, de ez nem gond. A fűtés az gyárilag nem volt bennük. Kezdek megígérni. A mágus még ott helyben beleszerkesztett jobb oldalra egy új szélvédőt. Erről Ádám készített is videót az MH Vlog csatornán, megnézhető. Először nevettünk, hogy milyen vicces, hogy a kocsim ott ázik kint messze, mi meg itt vagyunk benne a fedél alatt. Aztán jött a jégeső, az már nem volt olyan vicces.
Peti adott egy ilyen ernyőt, ebben én kifutottam a kocsit a tető alá hozni. Körülbelül 6 másodperc alatt vízipókáztam. Nem áll! Jó, most már biztonságban van. A víz végre elment, és jött a tűz. Rajta a zsírtól csöpögő szalonnával. Amigo isteni ételei, amik közül nagyon sok frissen volt születelve. Oh. Gyertek, egyetek finomat! Finom ékirékületmény. És csak mai szedés, ékirékjúborka. Ez friss? Friss, mai reggel. A másfél nap alatt szállóigévé vált, hogy ez olyan friss, hogy tegnap még a földön volt. A végén már a szalonna is előző nap még röfögött. Éjszakára kaptam egy lakókocsit. Kicsit ilyen táborozós, általános iskolai feeling, amikor az erdő közepén vagy. Csak a fák, a holdfény... Kimegyünk? Menjünk már, kinézzünk már meg. Olyan csak én vagyok ilyen hülye, aki éjfélkor meg itt járkál az erdő közepén. Autókat nézeget. Ne az legyen, mert Peti majd néz a kamerán, szóval azt hiszi valami tolvaj van. Jaj, elszállt fölöttem valami bogár. Most már ez kezd egy kicsit ijesztő lenni, úgyhogy jobb, ha visszamegyek. Holnap pedig folytatjuk, remélhetőleg ugyanilyen jó hangulatban, csak azt már nem 4-5-en, hanem 100 másik emberrel. Arra gondoltam, ha már voltunk kint éjfélkor, jöjjünk ki reggel is. 5 óra 24 van. Természetesen az első, amit lecsekkolunk, az, hogy az autó épségben megvan ez, semmi baja nincs. Semmilyen állat nem mászkálta össze. A tetőn, ami átfolyt egy-két esőcsepp. De ezt úgyis le kell törölni. Nem azért, mert ittunk bármit, csak jól esik reggel a víznak. Persze mindenki más az igazak álmát alussza még. Én vagyok az egyetlen, akit kivetett magából a lakókocsi, vagy a természet. Amigo és Tomi abban a lakókocsiban vannak, ott mellettem. Ádám ott alszik, hozott magával egy jó kis matracot a kocsiban, Peti pedig lakóbusszal jött, de nézzünk körül, hogy mi van itt reggel. Nem tudom, melyik a perverzebb vagy ijesztőbb dolog. Az, hogy egy halottaskocsira írják ki, hogy masszázsmobil, vagy az, hogy egy volt halottaskocsit alakítanak át masszázsautónak. És van másik is, szerencsére ezen semmilyen matrica nincs. Ez egy Ford... Sierra lenne? Szerintem az. Ott van valami állat. Most futott el egy vadnyúl. Ott vannak, nézd. Kettő. Most futnak el. Nyuszikák, ne szaladjatok el. Amigo bácsi meggrillez benneteket. Nagy volt a pofám, hogy majd 8-kor kelcsetek, ezt a 4 óra 50 óta fönn vagyok. Aztán jöttetek ti, nagyon aranyosak voltatok, sokan fotózkodtunk, dumáltunk, tudom, a legtöbbet én. Nézd, és akkor gyere. Nem foglalkozom semmivel, gyere! Azért kell meghúznom vagy háromszor a motorháztető nyitót, mert mivel Knight Rider Orr és ugye ez a piros izéjét van, ez, ezért a kallantyú 90 fokba el van hajtva. Így lenne, de ugye mivel itt van ez,
nem férne el, és ugye nem mindig akasztja ki a bobdent. Nekem az a lényeg, hogy nem folyik belőle semmi, mindig el tudok vele indulni, megbízható legyen. Ez a harmadik motor benne amúgy a tizenvalahány év alatt, nem röhög. És ez az első motor, amivel ha odébb járok a garázsban, nincs alatta semmi. Se olajfolt, se motorolaj, se váltóolaj, se fagyáló. De aranyos vagy, édesem. Szia! Halló! Ne haragudjál rám! A kukásautók doktora Tibi sem hiányozhatott persze a parkból. Mit akartál mondani, tessék? Easy Rider öcsém! Jaj, nem áll, Tibi! De nem áll! De ne csináld már! Szervusz, Pajti! Tudom! Na? Hol áll neked ez a kocsi? Tudom! Ugye? Ugye? Hát igen. Ez egy életérzés, gyerekek. Ugye? Hogy az? A zsiguli meg a kukásautó. Tehát ez... Figyelj, zsigulim van, kukásautóm nincs, sem is lesz. De neked annál több van. Kétfajta kukásautót különböztetünk meg egymástól. Tudomásom szerint kettő van, ami még fönn van. A kedves közönség szórakoztatására, meg kipróbálás céljából is, Ádám ment pár kört az Urallal, egyúttal megvolt a szúnyogírtás is. Megérkezett Branti, aki nagy atádon már elhasalt egyszer az autóm előtt, és kaptam tőle egy nagyon-nagyon kedves ajándékot. Mi ez? 20 évvel ezelőtt még gyerekként rajzoltam. Nem mondom, de most ezt nekem adod? Ezt neked adom, direkt azért kereteztem be. Ezt szeretném neked adni, ennek jobb helye van nálad. Ezt te rajzoltad? Ezt tényleg rajzoltam. Ott az aláírás. Ezt én rajzoltam. De rendes vagy, köszönöm 19 szépen. Éves voltam, amikor rajzoltam. Most ez biztos, hogy neked, de hát ez neked emlék, családi emlék. Tényleg tetszik? Nagyon jól néz ki. Nagyon szépen és köszönöm. És csak grafit, nagyon szívesen. Köszönöm szépen. És tényleg ott van 2004. január 26. Oda ki fogom tenni. Nekem ez az érték, hogy én tényleg kiteszem. Örülsz neki. Hát persze, hogy örülök, hajaj. És ki is lesz téve a falra. És így, nem fektetve, hanem ilyen dizájnosan. Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Ez csoda. De azért a jó hangulat kedvéért persze tovább szívtuk egymás vérét. Te kamerázd a drága teszi! Te kamerázd, kicső! Te ne lennél benne a képben. Hello, apu. Istenem. Szóval azt akartam, hogy mennyi kedves ember van itt, de hát hülyéskedni nem fogok. Volt csuklós buszozás, majd a kék buszon kijelzőre névkiírás. Én olyan buszra nem szállok, amit ilyen ember vezet. Folyamatosan elnézést kérek, amúgy nincs sok simbuszra. Azt hittem látszikor rácsukod az ajtót. Jó, és akkor majd a bácsinak szépen diktált be a nevedet, jó? Jól van, apu. Értettem. Igen, csak csupa nagybetűvel. Csupa nagybetűvel azt mondja, még követelőzik, hallod? Na, üljél be szépen oda az ülésbe, és kedvesen mosolyogjál. A neved már kint van. Jó kisfiú legyél. Jól van. Annyira mondanám, hogy jó kép lett, de tudod, amilyen alap van. Volt traktorozás, autóindítgatás, csak megmutatnám, hogy 3 év állás után elindítottuk a Wartburgot. Mit csináltatok vele? Hiányzik az a pöc. Mondtam nekik, hogy pöcre indul. Kérlek, nem szóltam semmit. Ráolvasást. Tehát 3 nap, vagy hogy van? Adjál neki be! Ideg hangja van. Na, milyen autót adtam nektek, na? Keveset kértem. El lesz a indítva a rábasteiget? Na, megkapjátok a rábasteiget. Ez is jó lesz. Kérnék egy kis deodorantot. Ide? Csak egy pici. Igen, egy kicsit följebb. Nem jön. Oké. Hivatalosan úgy hívják, hogy mustársárga 1002 kombi. Azt is jó a tudája. Itt gyere értem!
Bencéjék egész nap tartó és áldozatos munkájának köszönhetően a park fehér, rozsdás Níza kisbuszából, amiben Mágeheim doktort játszottam a múltkor, újra 30-40 évvel ezelőtti mentőautó lett. Eredeti matricákat nyomtattak és ragasztottak fel az oldalára, országos mentőszolgálat felirattal, magyar címmel került rá, ködlámpák, piros zászló, kékvillogó és sziréna a tetejére, amiket be is üzemeltek. De számomra a nap vége is nagyon emlékezetes, amikor már mindenki hazament, és csak újra néhányan voltunk az egész területen. Azt mondja nekem Péterem, olyan sokszor voltál már itt, és még soha nem mentem kittel, vigyél már egy kör, de menjen a kamera is közben, hogy legyen róla emlék. Felteszem a GoPro-t, Peti már bennül a jobb egyben, szállnék be mellé, és nyújtja nekem át a telefon. Zsolti, téged keresnek. Kicsoda! Ki van hangosítva, tudsz beszélni? Halló! Itt Michael Knight beszél. Jó napot kívánok! Tudomásomra jutott, hogy önnél van egy autó, ami egy Kit névre hallgat, ami hát az én autó, ugye? És hát szeretném mindjárt visszakapni, nem tudom, hogy került önhöz. Ismerős volt a hang, ami szólt hozzám a telefonból, de kajak azt hittem, hogy felvétel. Üdvözöllek! Hello! Barát, egy meglepetést akartak. Forgács Péter volt az! David Hasselhoff örökös magyar hangja! Ott, előttem, élőben, a telefonban! Hát nagyon szépen köszönöm. Igaz, hogy ez a csengő hangod? Pontosan. És igaz? És igaz? Pontosan, most amikor hívtál, akkor pont az a csengő hang ment. De komoly! Hallottam azért, meg láttam azért a te munkásságodat, és azért nem semmi, úgyhogy gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Összehozlak titeket, megadom egyesnek a telefonszámotokat. Nagyon szépen köszönöm, nagyon meglepő volt, úgyhogy ez most... Ezt nem gondoltam volna. Meg, persze, meg, hát... Meg, abszolút, meg nem mellékes, hogy Michael Knight van kiírva a telefonján, a Peti, ne. De először azt hittem valami tréfa, mondom, biztos, hogy felvett üzenet, néztem a számlálót, hogy mikor jár le, de mondom, nem, ez nem üzenet, ez nem hangüzenet, ez élő. Úgyhogy nagyon jól sikerült, köszönöm szépen. Nagyon jó arc volt, majdnem 8 percet beszéltünk, megadta a számát, mondta, hogy fussunk össze valamikor. Csak. Forgács Péter személyesen? Igen. Nem vagy igaz? Hát ez hihetetlen, hallod? Peti ezt hetekkel ezelőtt lebeszélte vele. A köszönöm szó nem elég ide. Jó volt ez a másfél nap. Remélem, hogy át tudtam belőle adni valamit. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki személyesen eljött és végignézte velünk itt a parkot, aki megnézte ezt a videót, Amigónak, Ádámnak, Dávid Tominak, természetesen Koltai Péternek, aki az egész álomországnak a kitalálója. Kövessétek be az Amigó retrogarázs csoportot, a KPST csoportot, meg még ki tudja, milyen csoportok vannak még. Kövessetek be mindent, ami tetszik. Jövünk vissza nem sokára!